Elsősorban arról szólt, hogy az emberek kicsit pontosabb képet kapjanak arról, hogy telnek a mindennapjaim. Tehát milyen volt a múltam, a tornászpályafutásom, és hogy mi lesz a jövőben, tehát hogy mit várok az élettől. A balesetem óta áttestem elég fontos műtéteken. Elmúlt egy évben kézműtéteken estem át, ahol különböző izmokat helyeztek át, és így valamilyen szinten tudom használni a kezemet. SZIF-re szeretnék jelentkezni. Ezt most fogjuk szerintem meg, tehát február 15-éig lehet jelentkezni, úgyhogy addig mindenképp bemegyünk és megkérdezzük ezt az egészet, hogy hogyan van, mert ugye az ékerekesszékkel kicsit más dolog ez így, mint hogyha csak úgy besétálnék, és az biztos, hogy levelezőim fogom csinálni, tehát nem nappalin. És hát remélem menni fog, mert azért ez nem egy egyszerű szak. Valami elképzelés ebből a dologból gondolom van, tehát egy olyan szakot próbálsz választani, ami érdekel, tehát amivel most is foglalkozom. Mérnök informatika szakot, tehát engem az informatika az érdekel. Értek is hozzá valamennyire, hát szeretném kipróbálni, hogy mennyire, vagy milyen nehéz. Hát igen, az biztos, hogy egy ilyen állapotú embernek nagyon sokat segít az, hogyha sokan állnak mellette és mindenbe segítik. Hát én nekem ez szerencsére ez megvan. De igazából tehát ez számomra egy alapvető dolog, mert olyan régóta vagyunk már együtt az edzőtársaimmal, hogy ez meg se fordult a fejükben, hogy most én lebénultam és máshogy tekintenek rám, és akkor most már nem találkozunk, meg nem megyünk sehova, nem. Az ő szemükben olyan, mint hogyha nem is sérültem volna meg, tehát ugyanúgy állnak hozzám, és tényleg visznek mindenhova. Az biztos, hogy a szertorna az nagy önfegyelmet tanít az embernek. Én nem tudom, hogy most a torna által lettem-e ilyen, vagy amúgy is ilyen vagyok, de szerintem biztos, hogy nagyon nagy százalékba tett rá az, hogy az edzésen elég keményen kaptuk annak idején, hogyha sírtunk, vagy mit tudom én, valami ilyesmi. Tehát az biztos, hogy nagyon megerősített, amit ott átéltem minden nap.